A benyújtás előtt a képviselő testületnek is jóvá kell hagynia az önkormányzat zárszámadási rendelet tervezetét, az előző év gazdálkodását lezáró dokumentumról, még mielőtt a testület elé kerülne. A pénzügyi és az idegenforgalmi bizottság is tárgyalt és elfogadta. Emellett foglalkoztak az intézmények elmúlt éves pénzügyi beszámolóival, melyek precíz, pontos képet mutatnak a tavalyi gazdasági tevékenységekről. A tavalyi év egyébként egy fordulópont volt, egy mérföldkő volt a települések gazdálkodásában, így a Sátraljóhelyben is természetesen, hiszen tavaly befejeződött a adósságkonszolidáció Sátraljóhely esetében is, és tulajdonképpen tiszta lappal indult minden költségvetés, és a városoknak, a településeknek tulajdonképpen már csak idézőjelben csak annyi dolga van, hogy tartsa a nullás költségvetést, tehát ne menjen mínuszba, ne termeljen ki újabb adósságot. Ezen vagyunk mi is. Május első felében adják át a Zemplén Kalandpark legújabb attrakcióját, a Mászófal központot. A megnyitás előtt ennek jegyárait állapították meg a bizottságok. A létesítmény a svájci pályázatból valósult meg. A pályázatnak kikötése volt, hogy non-profit jelleggel kell működnie a központnak. A bizottsági tagok ennek megfelelően határozták meg az árakat. Az árak azért is ilyen alacsonyak, hogy ezt a non-profit jelleget is tudjuk biztosítani. És így ezért a mászás az tulajdonképpen a bérleti díjakban, illetve a kölcsönzési díjakban és a szállásban jelennek meg. Külön mászásért nem fogunk számítani fel díjat. Ezért is kell megfigyelnünk, hogy egy fél év után hogyan tudjuk legalább nullára kihozni egyelőre ezt a létesítményt. A Mászófal központ szálláshelyei mindenki számára megfizethető áron várják majd a vendégeket.